Talán éppen ezért rendezik minden év tavaszán a világ egyik legnagyobb vitorlás világkupa versenyét az Ijerjövőben. Itt ugyanis emberemlékezet óta nem maradt el vitorlás futam szélhiány miatt. Április 20 és 26-a között 39 nemzet több mint 700 versenyzője indult mind a 10 olimpiai hajóosztályban. A többség számára nem volt kisebb a tét, mint hogy kijuthat ki az atlantai olimpiára. Nem volt ez alól kivétel a mi csapatunk sem, hiszen az ijeri verseny végeredményétől függött a magyar olimpiai csapat végső összetétele is. A két magyar szörfös, Gádor-Falvi Áron és Körtvélyesi Miklós között különösen kiélezett volt a verseny, amely csak az utolsó napokban dőlt el Gádor-Falvi Áron javára. Gratulálunk a legfrissebb magyar olimpikonnak! Köszönöm szépen! Hogy ment a versenyzés ezen az utolsó napon? Hát semmi különös, végül is nem mentem túl jól. Mikit próbáltam fogni, hogy nehogy esetleg jól menjen ő, az nekem nem lenne túl jó. Bár az elég nagy előnyöm volt már utolsó előtti nap is. Amikor beállt az első két napot követően ez az orkán erejű szél, akkor nem érezted úgy, hogy van veszíteni valód? Dehogy nem, Miki egy nap alatt 40 pontot hozott rajtam. Ezért kérdezem. Hát igen, akkor nagyon szoros volt. Végis akkor a hat helyen előttem volt. Még hogyha olyan 6-7 embert megver, akkor behozott minden előnyömet, amit Rómában szereztem. Hát szerencsére aztán leállt a szél, és meg tudtam azért verni. Milyen érzésekkel hagyod itt most ezt a versenyt? Hát, nagyon megnyugodtam. Milyen eredménnyel lennél elégedett az olimpián? Hát, hogyha én a felébe benne lennék, annak már nagyon örülnék. Jártál már Amerikában? Még soha. Nem. És meghódítod Amerikát? Az biztos. Amikor a szél ismét csillapodni kezdett, akkor már érezhető volt, hogy nem tudom megfogni az Áront, hiszen ő kisebb szélbe jobb. Szerencsére a harmadik napon elkezdett fújni a szél, illetve már a másodikon. A második nap nem tudtak futamot rendezni, mert olyan nagy volt. A harmadik nap egész jól mentem, a mezőny első harmadába voltam. Hát úgy éreztem, ha maradt volna a szél, akkor lett volna esélyem elég jó, hogy az Áront elkapjam. Ez a mi lett volna, ha? Hát igen, hával nem kezdünk mondatokat. Remélem, Áron jól fog menni. Voltak olyan hajóosztályok, ahol a magyar indulók korábbi versenyeken már kivívták az olimpiai részvétel jogán. Így például a férfi 470-es kategóriában Litkei Botondék számára csak az olimpia előtti felkészülés, nemzetközi tapasztalatszerzés és a minél jobb helyezés volt a tét. Elég jól mentünk ezen a verseny, 80 hajóból 19-ek lettünk. Ez egy világbajnoki mezőny volt, mindenki itt van, aki számít és aki lesz az olimpián. Jó, erős szél volt, mondjuk eredmény szempontjában nekünk kisebb szél az jobb lett volna, de most az új, egészen új hajónk van, és azt kellett beállítanunk, és ilyen szempontból jobb, hogy most próbálkozunk még az olimpia előtt az új hajóval, az állításokkal. Hova várod magatokat az olimpián? Hát szerintem a kis szélbe esélyünk van az 1-6-ba is. Szóval például az előző világkupa verseny, ahol olyan szél fújt, ami nekünk feküdt, ott 4-ek lettünk ugyanebben a mezőnyben. Voltak percek, amikor igen jó érzés volt magyarnak lenni ilyenben. Jó volt ott lenni például a lézer kategória második és harmadik döntőfutamának befutójánál. Pillanatokon belül kiderül, hogy miért. Gratulálok Tamás a második futam győzelmethez. Hogy sikerült? Köszönöm szépen, hát kis szerencsém is volt, mert lejjebb állt a szél, mint ami az elődöntőkön volt. És mostanában ez a gyenge szél lesz kedvező nekem, és utána nagyon gyors vagyok. Ijerben az időjárás eléggé kiszámíthatatlan, még azt sem tudom megmondani, hogy a következő futamra milyen erős szél várható. Ez a szél, ez körülbelül olyan, mint amire Atlantában számítani lehet, igaz? Hát valószínű. Na, az elolimpián körülbelül hasonló szél fújt. Ez följogosít bennünket valamilyen reményekre? Ha neked ez annyira fekszik? Én mindenképpen szeretnék valahol elől végezni. Az első 10-be szeretnék mindenképpen végezni. Szövetségi kapitányok, mennyire volt váratlan ez a siker? Megmondom őszintén, hogy most nem számítottunk rá. Tamásnak egy ír edzője van az utóbbi 4 hónapban, akivel rengeteget fejlődött. Egész nemzetközi mezőnnyel együtt utazik és egy nagy nemzetközi programot csinál. Nem tudtam, hogy hol tart, azért is figyelem itt a felkészülését, és hát remélem, hogy ez töretlen lesz ez a fejlődés. Az ír edzővel fog az utolsó pillanatig készülni az olimpiára, még a helyszínen is.
Hát mi mindent elkövetünk, hogy segíteni tudjuk ebből a munkából őket. Ha egy üzlet megindul, ha még a hátralévő két nap alatt így megy a versenyzés, akkor milyen helyezésre lehet számítani ITR-ben? Hát a Tamás célkitűzése az első 20-ba kerülés volt, hogy a világkupába pontot szerezzen. Én nagyon remélem, hogy ezt egy kicsit túl fogja tudni szárnyalni. Hát erőszélben még azért sokat kell fejlődni, és egyre erősödik a szél. Remélem, hogy azért ez a 20-on belüli hely meg lesz. Milyen érzés egy olimpikon édesapjának lenni? Köszönöm szépen, nagyon kellemes és nagyon felemelő érzés, nagyon örülök neki, mert nagyon sok munka és nagyon sok ráfordított idő van ebben az egészben. Hány év munka ez körülbelül? Ez elég sok, körülbelül 10-14 év munkája van benn, ami alapoktól, egészen a kezdéstől, az első vízreszállástól, a mostani két futam győzelemig, ami itt egy ilyen világkupán, ahol Hierbe, Európa a legjobbja, sőt a világ legjobbja itt vannak. Ez már egy nagyon nagy fegyvertény. Az utolsó előtti világkupa versenyen vettünk most részt az olimpia előtt. Itt még a felkészülés, a felszerelése kipróbálása volt a cél. A következő az már a megemlíki a holland világkupa versenyen, már szeretnénk az olimpiai felszereléssel mindenki teljes erőbedobással készülni, tehát ott már nincs lehetőség kísérletezésre. Itt volt erőszél, gyenge szél, esett az eső, sütött a nap, ez teljesen normális, ebbe kell versenyezni. Az összes hajóosztályban eldőlt az olimpiai részvétel, megtörténtek a kvalifikációk. Egy gyors számvetést, hogyha tudnál adni. Kvalifikációs versenyen jutott ki a Szólink hajóosztály, Kosora György, Kovácsi László, Svezér Károly trió. Kvalifikációs versenyen jutott ki a női 470-es osztály, Bácsis Katalin és Németh Enikő. Saját szintünket teljesítette Misztrában Gádorfalvi Áron. 470-es férfi osztályban biztos résztvevőnek tekintettük már a télen a Litkei Botond és Nyári Zsolt páros, és a legszebben fejlődött és most már biztos olimpiai résztvevőnek tekintjük Eszes Tamást a lézerhajóosztályban. Ilyenkor mindenki megkérdezi, hogy mik az esélyek. Hát van három olyan hajóosztály, ahol bármelyik hajóosztályoktól meglepetést remélhetünk, ez a női férfi 470-es és a lézer, akiktől remélhetjük azt, hogy egy kiugró eredmény is született, de itt az első 10 az már egy kiugró eredménynek számít.